Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Egy érdekes témát hoztam, itt-ott olvasgattam erről a témáról, és úgy gondolom, hogy egy picit átgondolva, egy picit negatív kicsengéssel szeretném feldolgozni, miért nem terjed jobban az asztali felhasználók, ismétlem az asztali felhasználók között a Linux, azaz miért nem jön el a Linux Desktop év. Ez a Linux Desktop év, ez nagyon érdekes dolog, körülbelül 5-10 éve mindig azt mondják, na majd az idén, vagy jövőre, betörünk a piacra, és a 2-3-4-5 százalék helyett leszünk 10-15 akárhány százalékos részben a piacon, és mi fogjuk vezetni itt a dolgokat, és mindenki megismeri a Linuxot, és sokan át fognak rátérni. Na hát ezt már nagyon régóta mondogatják, én átgondoltam, hogy miért. Ez egy nagyon-nagyon megosztó dolog, és mindenkit kérek, hogy gondolja át. Én pár olyan gondolatot osztok meg, ami szerintem a Linux, mint operációs rendszer elterjedése ellen szól. Azaz a kedvenc, az általam nagyon kedvelt. Több száz videót készítettem róla, sok cikket írtam róla, Linux ellen fogok beszélni. Miért nem terjed el, mint operációs rendszer asztali környezetben, azaz már ebben a pillanatban elmondom, hogy nem arról beszélek, hogy szerverek, nem arról beszélek, hogy felhő, hanem az átlag felhasználó között miért nem fog elterjedni a Linux. Hát bizony, remélem, tévedek. Örülnék neki, hogy 2 év múlva valaki előkapja ezt a videót, és azt mondja, hogy Laci, te tévedtél. Nézd meg, 20%-os az elterjedtsége az asztali felhasználók között a Linuxnak, és eljött a Linuxnak a Hawaii Digi napszemüveg, és nagyon jó világa. Hát bizony, nézzük is meg, hogy szerintem miért nem terjed el a Linux. Azért, mert nincs olyan, hogy Linux. Oké, most mindenki előkaphatja azt, hogy olyan nincs is, hogy Linux, illetve a Linux az az operációs rendszernek a magja, a kernel mag, és azt hívják Linuxnak. Hát beszéljünk most egy picit arról, hogy én úgy értettem a Linuxot, mint egy operációs rendszert. Nincs olyan, hogy Linux operációs rendszer. Van vagy fél tucat nagy, Debian, Fedora, Red Hat, akármi, Arch, Manjaro, és több száz kicsi olyan származtatott disztribúció, amit használnak az emberek. Tehát nem tudok rámutatni egyetlen egy olyan operációs rendszerre, hogyha valaki nagy cég szeretne fejleszteni a hardverét, ahhoz adott programokat, meghajtó programot, szeretne fejleszteni Linuxra, hogy na ez a Linux. Van Debian, Red Hat, egész más csomagkezeléssel dolgoznak. Ott van az Arch, egész más filozófiával dolgoznak. Ott van például a Debian, ami évente jelenik meg, az Arch pedig folyamatosan, gördülő módon jelenik meg. Hát bizony, most melyikre mutatok rá, hogy az a Linux? Melyikre mondom azt, hogy nézd, kedves nagy vállalat, aki szeretne valami, hát hogy is mondjam, új piacra betörni, hát légy szíves erre fejleszteni. Debianra, Red Hatra, Fedorára, Archra, vagy egyébre? Melyikre fejlesz-e ki az ő saját programját? Akár egy hardware kezelő, hardware beállító programját? Melyikre? Na hát itt van a probléma. Amikor meglátja egy hardware gyártó, vagy egy szoftver fejlesztő, hogy 1 millió, na jó, annyi nem, de legalább fél tucat nagy disztribúció van, különböző csomagkezelők vannak, legalább 3-4 olyan csomagkezelő van, ami jobban elterjedt, meg azon kívül kisebb, jobban specifikus csomagkezelő, amit egy-egy disztribúció csak önmagába használ, olyan van. Most melyikre fejleszen? Melyikre fejleszen? Hogyha azt mondja majd ő, hogy a Linuxot támogatja, mondjuk a Debiant támogatja, akkor abban a pillanatban az RPM, Red Hat, Fedora csomagkezelősök azt mondják, hogy bocsi tesó, hát azt mondtad, hogy a Linuxot támogatod, és mégsem nem megy Linuxon? Hát egészen más. Mi az, hogy DEP kiterjesztés? Azt én nem tudom telepíteni, igaz? Tehát nincs olyan, hogy Linux, hanem rengeteg apró, nagyobb, vagy még nagyobb disztribúció van. Most akkor a hardware-gyártó, vagy a szoftver-gyártó melyikhez készítsen akármit, igaz? Logikus elgondolás. Amíg ilyen fragmentált a Linux, addig biztosan nem fognak fejleszteni komolyan sokan. Miért? Mert hát bizony nekik nem kell az a kellemetlenség, hogy van egy 3-4 százalékos piaci rés, amiben be lehetne törni, de hát az nagyon picike. Nagyon picike, ráadásul nem is 3-4 százalék, legyünk
pozitívek 4%, hanem sok pici kis tört százalék az, ami ilyen, olyan, amolyan disztribúciót használ. A megfigyelés szerint általában egyébként jó az irány, lassacskán megyünk erre, általában párhoz esetleg, vagy egyáltalán nem készül hardware támogatás, vagy a Windows-on megszokott, megkapott program. Azaz, az a helyzet, hogy mondjuk veszel egy hardvert, ahhoz kapsz egy komoly Windows-os beállító programot. Lehet, hogy egy disztribúcióhoz elkészül, a másikhoz már nem, vagy egyáltalán nem készül el. Miért? Mert fragmentált a piac, nem fognak velünk törődni. A megfigyelés azt mutatja, hogy általában, hogyha valamelyik cég úgy gondolja, hogy támogatja a Linuxot, az általában az Ubuntuhoz készíti el a dolgokat. Ez egy ökölszabály, vagy nem is tudom, hogyan mondjam, én azt vettem észre, lehet, hogy tévedek. De ahányszor felmegyek akárhova, például az AMD-nek a honlapjára, ott bizony azt látom, hogy az Ubuntuhoz van. Keresgéltem, nyomtató meghajtó, szkenner, komolyabb szkenner meghajtott, mit láttam, az Ubuntu ilyen-olyan, amolyan verzióit támogatja alapból. Az, hogy utána például az árcsosok, vagy az RPM csomagolók esetleg valami megoldással ezt ugye a saját disztribúciójukhoz hozzáillesztik, az már nem a gyártónak a programja, hanem egy hozzáadott, plusz emberkék által elkészített dolog. Azaz, amíg ilyen fragmentált, szétszabdalt, picike kis szeletekre szétmetélt a Linux, a közösség, a Linux disztribúciók között, odáig nem lesz itt olyan nagy vállalat, legalábbis sok, ami azt mondja, hogy na hát ehhez az akármi ez, amit úgy hívnak, hogy Linux, majd én fejleszteni fogok komolyan. Gondoljátok át, vesztek egy hardvert, Windows-os cuccot kaptok. Miért? Mert van a Windows 10, meg a 11, meg esetleg, hogy a később hallgatok, akkor a 12 is esetleg megjelenik. Ennyi, fejlesztik a legújabb Windowshoz, és kalap kabát. Nem 50 féle Linux disztribúcióhoz. Logikus elgondolás, amit elmondtam? Szerintem igen. Verzió és függőségpokol. No hát, aki próbál telepíteni egy régebbi verziót adó disztribúcióra, mondjuk a Linux Mint régebbi verziójára, Debiannak az egyel ezelőtti verziójára egy frissebb csomagot, hát bizony ő tudja, hogy azért nem olyan egyszerű az élet. Oké, mindenki azt mondja, hogy használjál Arch-ot, és akkor aztán mindig egyfajta verziójú program van, vagy illetve meghajtó, könyvtárak, egyebek vannak. Igen, na hát de nem mindenki akar Arch-ot használni. Tehát azt sem mondhatjuk, és ebbe futottam bele hardvergyártóval tartott kapcsolatban, hogy ő azt mondja, hogy hát bizony ő szívesen fejleszt erre egy meghajtó programot, tudnák a Linuxosok használni, de most melyikhez? Melyikhez? Ő bármelyikhez meg tudja csinálni, csak az a lényeg, hogy ezek a verziószámok, ezek az akármilyen könyvtár számok, értékek, verziók ne változzanak. Mert hogyha ma 311, a holnap 312 a változat, a verziószám, akkor ő neki avval tenni kell, hogyha az változik, amit ő használ, amilyen programokat, programkönyvtárakat ő meghív, és hogyha nem működik, akkor nem azt mondják, hogy oké, frissült az akármi egyéb, hanem azt mondják, hogy szar programot csinált, szar a hardvered, és légy szíves, nem azt használni. Oké, én ezen a téren, illetve hát nem én, hanem nálam nagyobb emberek, eljutottak odáig, hogy egy darab disztribúciót az adott hardware gyártó teljes mértékben támogat, de igazából utána azt mondta, hogyha szeretnéd ezt a hardvert, egy speciális hardware boltban nem kapható, szeretnéd ezt használni, szeretnél a mi rendszerünkhöz csatlakozni ezzel a titkosított eszközzel, titkosító, így pontosabb titkosító eszközzel, akkor bizony ezt használod. Mit mondott? Debiant fogsz használni, kalapkabát. Tetszik? Nem tetszik. Na hát nyilvánvalóan, hogyha egy új belépő az adott rendszerbe azt látja, hogy a Windows 11-et támogatja, semmi probléma, meg aztán a Debiant, MX Linuxot is támogatta, akkor mit mond? Én nem fogok Linuxra áttérni. Miért térjek át? Hát jó, nekem a Windows 11 is. Az teljes mértékben támogatott, és nem vagyok rákényszerítve arra, hogy mást használjak. A változó és saját magával sem kompatibilis környezetek, a disztribúciónként eltérő verziószámok, eltérő nevek.
Most egy adott programkönyvtárnak miért nem lehet ugyanaz a neve? Debian alatt, Arch alatt és mondjuk Fedora alatt. Mindegyiknek, nem mindegyiknek, de elég soknak más saját neve van. Nem az mögötte lévő számok, hanem a nevek. Aki már belefutott abba, hogy XYZ könyvtárat keresett, vagy programkönyvtárat keresett egy program, és akkor meg kellett nézni, hogy Arch alatt, Debian alatt, Fedora alatt mi a tényleges neve. Egy-két betű eltérések vannak. Gyerekek, gondoljátok át, kell az egy programfejlesztőnek, aki esetleg most akar betörni a Linuxba, és szeretne erre fejleszteni, hogy itt, ott, amott más néven jelenjen meg. Mondjuk egy új belépő, nem akinek a szíve csücske a Linux, vagy már ezt régóta csinálja, azt mondja, hogy bocsi, én akkor inkább fejlesztek Windows alatt, és akkor van a Windows 11, majd amikor jön a Windows 12, arra átírom, mondjuk évente, két évente át kell írni ezeket a verziószámokat, megnézni, hogy azzal a verziójú dologgal dolgozik-e az én programom, az én hardverem, és utána ennyi. Nem az, hogy mondjuk Arch alatt naponta, hetente változnak, vagy Fedora alatt a verziószámok változhatnak, akkor a disztribúciónként mondjuk Debian alatt, Fedora alatt, és Arch alatt, Manjaro alatt egész más verziószámú Pythonok, egyebek vannak, hát akkor azt mondja, hogy ebben nem foglalkozok. Folyamatosan változnak a verziók. Ez se jó, nekünk jó, mint Linux felhasználó, hiszen frissebb, jobb, kiforrottabb dolgokat kapunk, de egy fejlesztő nem biztos, hogy naponta, hetente, havonta át fogja írni. Pontosan a mai nap mentem fel, szombat van, ilyenkor szoktam megnézni a fórumokat, a Linux Mintnek a magyar oldalára, ott panaszkodott egy srác, hogy neki egyel régebbi vagy kettővel régebbi Linux Mintje van, és valami frissebb programot, valami YouTube letöltős programot, meg egyebet szeretett volna telepíteni, frissíteni, nem ment verziószámok, nem ment, leszettem, visszatettem. Tehát értitek, folyamatosan változó verziók. Hát akkor miért killódjon ezzel valaki? Emiatt a karbantartás egy programnál nehézkes lesz. A programot akár értheted úgy, hogy egy hardvert kezelő akármi, vagy egy szoftver, amivel éppen ő dolgozol. Igaz? Hányszor volt olyan esetlegesen, aki már régebb óta linuxozik, hogy fel akar tenni egy újabb verziójú programot, és ő azt mondta a operációs rendszere, hogy bocs tesó, de nekem ilyen verziószámú akármi kell, ami nálad nincs meg. Nincs meg. Hát akkor mi a probléma? Egy új fejlesztő, egy új belépő, gondolj bele, egy új gyerek elkezd Linuxot használni, mert mondták, hogy az nagyon jó. Fel akar telepíteni egy akármilyen triviális programot, és azt mondja neki a rendszerük, hogy bocs, A, B, C, D, E, F függőséget nem tudom kielégíteni, mert nem jó a verziószámod. Mit csinál? Fogja a Windows-os telepítőlemezt, pendrive-ot, akármit, bedugja és ledarálja a Linuxot. Miért? Mert nem kell ez neki. Nem kell ez neki. Ez nem a 3.1-es Windows, amikor vadásztuk a DLL-eket. Nem el kell neki. Az régen volt. Most már azt szeretnék az emberek, hogy elindul, amit akarok, felteszek. Nem akarok sokat tanulni. Nem akarok sokat googlizni, hogy mi az, hogy xyz.show37284 nem kielégíthető, ennél nagyobb kell, ennél kisebb kell. Azaz, akár felhasználói szinten, akár pedig karbantartási szinten egy káosz az egész. Jó, így nem teljesen igaz, mert azért, hogyha valaki mondjuk egy stabilabb Debian ágat használ, MX Linuxot használ, esetlegesen kevésbé fog belefutni ebbe, hogyha csak nem akar nagyon új programot telepíteni, na hát ha nagyon újat akar, akkor meg teljesen biztos, hogy belefut. Hát bizony, ki lehet kerülni, lehet stabil ágú dolgokat használni, lehet odafigyelni rá, de általában az emberek friss programot szeretnének használni, és nem akarnak nagyon belemélyedni. És ezt nem feltétlenül fogja tolerálni egy felhasználó, nem feltétlenül fogja tolerálni egy programíró, akinek esetleg mondjuk annyi lenne, hogy Windows alatt elkészíti a programot, és egy kicsi akármit csinál, már Linux alatt is lehessen használni. Hát ezt nem fogja felvállalni. Miért? Mert önnek is
az ideje pénz, és nyilvánvalóan nem vállalja fel az, hogy hát minden disztribúcióval, minden verzióváltással, minden akármire ő a programjához hozzányúljon. A hardware támogatás pocsék. Tudom, mindenki most felkapja a fejét, mert aki régóta Linuxozik, tudja, hogy van fejlődés, de ennek ellenére a hardware támogatás pocsék. Jó, tudom, nem fog ez senkinek tetszeni, pocsék. Ennyi. Megmondom miért. Azért, mert a gépemben elvileg 30 darab olyan eszköz van, ami Windows-os konfiguráló hardware beállítást finomító. Tudjátok, ez a tweaker programok, ezek a kis így menjen, úgy menjen, ilyet állítasz, olyan állítasz, kis programocska van. 30 darab program van. Azért, mert ennek a gépnek a pontos tesója Windows alatt fut a haveromnál, értelemszerűen az AMD videokártyához 4 darab beállító programot kapott, az AMD processzorhoz van az AMD Master, van ilyen Linux alatt? Nincs. Na hát igen, akkor ott van, bár ez nem a géphez érkezett, nem a hardwarehez érkezett, ott van természetesen a memória finomító eszközök, tehát egyértelmű, ott van ugyanolyan billentyűzete van, nem egy komoly billentyűzet, Red Dragon billentyűzeten van, egy kellemes kis billentyűzet, ahhoz kapott egy beállító programot, hogy így villogjon, úgy villogjon, meg a plusz gombokat kényelmesen be tudja állítani, szoftveresen. Ugyanilyen egere van, amihez hát bizony kapott egy komoly beállító programot, hogy az oldalsor 12-től. Ja, 12 gombot szépen be tudja állítani grafikusan. Hát nekem meg, hát bizony engem igazából nem érdekel, de nekem bizony egy szövegfájt kell szerkeszteni, hogy az oldalsó gombokhoz hozzá tudjam rendelni a funkciókat. Mit mond a Red Dragon? Bocsi, én nem fogok 3%-os piaci résre fejleszteni sem a billentyűzethez, sem pedig éppen az adott egérhez, nincs gyári Linuxos program. És csak ezekről beszéltem. Azon kívül rengeteg, úgyis tudjátok, amikor vesztek valamit, ott van a leírásban, hogy milyen drivereket, milyen beállító programokat lehet letölteni. A srác a kedvemét megszámolta, telepítéskor 30. Azaz pontosan 30 darab olyan programot kapott, amit én Linuxon nem érek át. Kell ezeknek a gyártóknak az előbbiekbe elmondottak miatt az a 3-4%-os piaci réshez igazodnia, azért, mert igazából szétszabdalt a piac, és nem egyfajta Linuxunk van. Nem. Érdemes ezért a folyamatosan változó környezethez folyamatosan karbantartani valamit, vagy kialakítani, és esetleg fél év múlva új akármilyen könyvtárak jelennek meg, programkönyvtárak jelennek meg, megváltozik a Pythonnak a verziószáma, és éppen frissül, és akkor nem működnek a te dolgaid, amit elkészítettél, nem fog ezzel vacakolni, azaz közel fél tucat csomagkezelőhöz elkészíteni valamit csak azért, hogy kényelmes legyen, inkább azt mondja, hogy bocs, nem támogatjuk. Nem azt mondja, hogy nem támogatjuk, hanem azt mondja, hogy támogatom a Windows 10-et, 11-et, meg a Macintost. És nincs ott a Linux, nem is lehet reklamálni. És igazából azt mondjuk, hogy mikor jön el a Linux desktop év? Soha. Hát ezt azt hiszem már sejtitek, hogy ez a véleményem, mert nincs olyan, hogy Linux desktop. Nincs olyan, hogy Linux asztali környezet. Van olyan, hogy KDE, GNOME, Cinnamon, Mate és egyéb. Egyéb, vagy két tucat. Higgyétek el nekem, annyiféle asztali környezetünk van, hogy abból választani kezdőnek, alsó bekezdés, áttérő felhasználónak sem feltétlen az a vágya, hogy fél tucat asztali környezetet kipróbáljon. Az átlag felhasználó az utóbbi időben, 5 évben sok átlag felhasználót ismertem meg, egy kell. Azt mondják őket, nem érdekli, mi az, hogy KDE, GNOME, Cinnamon, Mate, XFCE. Nem, ilyen nem akarnak foglalkozni. Egy kell, ami működik, és mindent megtalál ott, ahol megszokta a Windows alatt. Tudom, el lehet mondani azt, hogy hát ez bizony azért különleges, meg így meg úgy be lehet állítani, de hogyha nincs alul, az, amit megszokott, nem ott van a start menü, és nem olyan, amilyet megszokott, hiába jobb, amit én használok, nem fogja megszeretni. Az emberek nagy része nem fogja megszeretni. Miért? Mert egyszerűbb Windows-t használni, amivel mindent megtalál.
Ez egyébként kisebb gond, de aki fejleszteni akar, annak sok esetben dönteni kell. Nagy cég komolyabb programoknál már elgondolkodik, hogy valóban megéri-e ez a 3%-os piaci részt megcélozni. Miért? Mert azért ez a 3%-ba ott a KDE, a GNOM teljesen más környezetet használ, különböző eszközkészleteket használ, hát bizony jó-jó, így el-vissza működik, de most gondoljatok bele, a KDE az elmúlt 3 évben hányszor változtatta meg, a GNOME Shell, hányszor tapasztaltuk azt, hogy a GNOME Shell-be, ami egyik verzióban még ment, a következőben már, hát bizony nem, hát a GNOME pont most van átalakulóban. Hát kell az neki, egy nagy vállalatnak, hogy most aztán megint átírjon mindent? Vagy esetleg felvállalja azt, hogy fél év múlva nem úgy, nem olyan szépen, vagy hiányosan működnek a dolgai. Gondold át, hogy ez kell egy nagy cégnek. A másik, ami az én elgondolásom szerint nagyon visszatartja a Linux fejlődését. Nem azt mondom, hogy nem fejlődik. Higgyetek el nekem, én nagyon-nagyon régóta floppy lemezről, picikek is 8 cm-es CD-ről telepítettem. Forrásokból fordítottam Linuxot, disztribúciót, Debiant, akármit, a fene emlékszik rá, hogy éppen mi volt. Amikor megjelentek az újságokba, vártuk, sorba álltunk, hogy mikor nyílik meg a szemközti újságos ablaka, és jön elő a kedves hölgy, a Tündi, hogy bizony megjött az új akármilyen számítógépes újság, és már vártuk, mert megígérték, abba lesz az új akármi KDE-nek, akármilyen verzió, vagy akármilyen akármi. Oké? Értitek? Tehát én szeretem a Linuxot, de az, hogy sok asztali környezet van, az erőforrás pazarlás, pont. Erőforrás pazarlás. Gondoljátok át, egy példa, mindegyiknek van fájkezelője. Egyik Kaja, Nautilus, Nemo, akármi. Mindegyiknek van saját, nagyjából egyforma, egy kicsit más, egy kicsit többet tud, kevesebbet tud fájkezelője. Miért? Mindegyiknek van saját, hát ilyen egyszerűbb irogató, jegyzetelő, szövegszerkesztő felülete, programocskája, minek nem lenne jobb egy vagy kettő, amit mindegyik ad, és amikor én váltok egyik környezetről a másikra, mondjuk GNOME, Cinnamon, Meet, ívet megcsinálom, akkor ugyanazokkal a programokkal találkozok. Nekem nem jelent gondot. Kezdőknek, áttérőnek igen. Felteszi, nem úgy működik, de mondjuk a fájkezelő tetszik. Nem tetszik neki mondjuk a GNOME, áttér Cinnamonra, megint más fájkezelő van, vagy nem is tudom, hogy a kettő között van-e nagy különbség, de vélhetően igen, Tunár, ott van a Kaja, a Nemo, a Nautilus, tehát egy kicsit mások, asztali környezet szerint mások, és ezeket fejlesztik, külön emberek fejlesztik, nem lenne jobb, ezek összeállnának, és egyet vagy kettőt fejlesztenek, tudom, a kínálat nagyon jó, de az erőforrások végesek. Kicsi eltérésekkel hasonló programok futnak rengeteg, csak azért, mert én XYZ disztribúció vagyok, én XYZ asztali környezet vagyok. Nem feltétlenül kell saját kitalált, fejlesztett, mondjuk fájkezelőt, vagy szövegszerkesztőt betenni. Miért? Mert szövegszerkesztő, alap szövegszerkesztő, ami általában bent van az asztali környezetbe, az jó azoknak, akik kisebb szöveget szeretnének szerkeszteni, de komolyabb irodai munkára úgyis áttérnek másra. Tehát egy ilyen biztonsági legyen bent szövegszerkesztő, mert asztali környezethez illik szövegszerkesztőt adni, szövegszerkesztőt fölösleges 5-10-et fejleszteni párhuzamosan. Túlkínálat van, ami zavart kelt a kezdőkbe, mert azt mondja, hogy most melyiket használjam. Nem egyszerűbb lenne egyet, kettőt életbe tartani, és az azonos környezetet adó asztali környezetek azt adnák, és akkor mindenki elégedett lenne azzal, hogy bizony ezt kapta, ezt tudja használni. Ez a Linuxra nagyon jellemző az erőforrás rossz felhasználása. Miért?
Mondok egy nagyon egyszerű példát. Emlékeztek arra, hogy a Debian egyszer csak kitalálta, hogy ő bizony szeretne áttérni, illetve szeretné használni sokak szerint ördögtől való systemd-t. Hát bizony ez egy vállást okozott, kivált belőle a Devoan, azaz a fejlesztők egy része elment. Azaz megint lett két disztribúció, a fejlesztés megoszlik. Tudom, itt elvi gondolatok is vannak, de nyilvánvalóan az, hogyha elkezd osztódni egy közösség, akkor egyre kevesebben lesznek, és nem lenne jobb egyet fejleszteni, kettőt, hármat, mind rengeteg disztribúciót. Sok disztribúció van, szétoszlódik a fejlesztői környezetünk, az emberek, sok asztali környezet, sok programvilla van. Valaki összeveszik a másikkal, kiszáll, mivel szabad forráskódról beszélünk, elkezd fejleszteni. Lesz belőle egy, kettő, megint összeveszik, vagy átgondolja, harmadik is beszáll. Hát bizony, akkor már lesz hasonló programból 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nem lenne jobb összefogni, és valami vezérelv mellett dolgozni egy célért? Megoszlanak a fejlesztők. Bizonyos számú ember hajlandó akár pénzért, akár szabadideje terhére dolgozni a Linuxért, bizony, ha ez megoszlik, akkor bizony kevesebb jut egy feladatra. Talán jobb lenne kevesebb disztribúció, véleményem szerint. Kezdőknek könnyebb választani. Cégeknek, fejlesztőknek, hardware gyártóknak, akárkinek könnyebb lenne választani. Kevesebb csomagkezelő. Hát annyi csomagkezelő van, hogy csak na, igaz? 3, 4, 5, 6, meg a Flatpak, Apimage, Snap, akármi, Debian, Fedora, Arch. Egészen másokat használ, oké, megértem, de minek? Egy csomagkezelés lenne, egyfajta csomagkezelő lenne, na jó, legyünk jó szívűek, kétfajta csomagkezelő lenne, akkor nem kéne minden programot, minden csomagkezelőhöz külön összecsomagolni. Ez nagy munka. Kevesebb csomagkezelő, kevesebb asztali környezet, és azokon nem lenne jobb együtt dolgozni. De ezt természetesen vágyálom. Azaz véleményem szerint ez a szétosztottság nem jó a nagy cégeknek. Őnekik jó, mert nem foglalkoznak velünk, és azt mondják, hogy jó vannak. El vannak a Linuxosok, oldják meg, ahogy akarják. Mondjuk egy hardware gyártó, például a billentyűzetem gyártója, vagy esetleg az AMD, aki egyébként normálisan is hozzááll a dolgokhoz, nyilvánvalóan, de azért például az AMD-nek a processzor beállító programocskája, ami egyébként nagyon profi, nagyon sok mindent lehet állogatni, nyilvánvalóan annyira azért nem szereti a Linuxosokat, hogy Linuxra is elkészítse. Persze kérdés az, hogy melyik Linuxra? Mi az, hogy Linux? Debianra? Fedorára? Természetesen Fedorára kell elkészíteni, mert azt most én használom. Majd utána egy hónap múlva Arch-ot használ valaki, akkor azt mondja, hogy hát természetesen Arch-ra kell. Ezt a nagy cégek nem tolerálják. A kezdő, az áttérő embereknek se jó, felmennek a Google-ra, az internetre, keresnek, olyat nem találnak, hogy Linux. Találnak ABCDEFG disztribúciót, egy tucatot. Most melyiket válasszam? Jaj, ezt melyiket válasszam? Egyik ember azt mondja, ez a jó, másik ember azt mondja, hogy ez a jó. Egyet-kettőt kipróbál, nem tetszik neki. Nyilvánvalóan mit fog csinálni? Visszatér Windowsra. 15-et nem fogja kipróbálni. Természetesen én amellett vagyok, hogy legyen több disztribúció. De hogyha körbenéztek az internet és nem találtok legalább 50-100 nagyobb, ismertebb disztribúciót, akkor egyet se. Nyilvánvalóan át kell gondolni, hogy bizony, szétszaggatott, szétfragmentált piacon dolgozunk, az erőforrásainkat szétdobáljuk, és ezt senki nem fogja tolerálni. Nekünk jó? Oké, egy másik témát szeretnék előhozni. Ez a csak azért is más kinézet, csak azért is más legyen, mert mi Linuxot használunk, meg szabad szoftvert. Máshogy nézzen ki. Megfigyelhető, hogy sok program, ami elvileg kiváltaná a fizetős társait, szándékosan másképp néz ki. Szándékos, mert ők programozzák le a felületet, a kinézetet. Máshol vannak az ikonok, menük, mind a fizetősben. Példa, LibreOffice.
LibreOffice, oké, tudom, ismerem, régóta használom, OpenOffice néven is futott, meg StarOffice, meg egyéb mindenféle néven futott, meg különben is nagyon szeretem. Szeretem egyébként a LibreOffice-t, meg kényelmes program, persze megvannak a hátrányai is. De mondjuk gondolj bele, egy nagy cég, vagy egy kis cég át akar térni LibreOffice-ra, mert azt hallotta, hogy az nagyon jó. De ő át fog-e térni akkor, amikor az irodistáknak el kell mondani, és be kell gyakorolni az, hogy az ABCD menüpont hol van, máshol van, direkte máshol van, mint az EMET, mint a Windowsos, mint a Microsoftos programnak. Kényelmetlen. Nagyon-nagyon sok embert ismerek, aki szívesen használna a LibreOffice-t, de ő már megszokta, hogy minden ott van, ahol megszokta. Miért nem lehetett? Miért nem lehetett ugyanolyan kinézetet csinálni, és esetleg átállítható másra? Ugyanott legyenek a menük, ugyanott legyenek az ikonok. A GIMP-nél is, illetve a Photoshop-nál is ugyanez a helyzet. Engem nem zavar, mert én sok Photoshopot használtam nagyon régen, GIMP-et is ugyanolyan lendülettel tudom használni, mert én valahogy úgy át tudok állni két program között, de aki esetleg úgy érzi, hogy hát ő megszokta azt, hogy a szerkesztő, hogy a beállító, hogy az egyéb ikonok, menüpontok ott vannak, és úgy néznek ki a Photoshopba, vagy éppen a Microsoftnak az Office programjába, ő nem fog rohangálni azért, hogy LibreOffice-t vagy GIMP-et használjon, ugyanolyan jó, mert mind a kettővel én ugyanazokat a feladatokat el tudom látni, de nem fog, mert máshol van, és csak azért is máshol van, mert mi megmutatjuk azt, hogy bizony, ez LibreOffice, ez GIMP, a beállítások, a kinézet, egyéb más néven vannak, máshol vannak, elijeszti az embereket. Elijeszti az embereket. Át kéne gondolni, hogy bizony a Windowsnak van egy 95 akárhány százalékos elterjedtsége, ha el szeretnénk vonni tőle valakit, akkor ugyanolyan hasonló dolgokat kell adnunk. Miért? Mert nem fog váltani, nem fog sokat dolgozni, nem fog sokat tanulni, nem fog sokat googlizni azért, vagy megnézegetni a leírást, amit egyébként senki nem szeret megnézegetni, készíteni se szeretnek, meg nézegetni se szeretnek, mert megszokta azt, hogy oda kell bökni. Én is úgy vagyok egy szövegszerkesztővel, videóvágóval, hogy sokszor nem nézem meg, hogy hol van az a menüpont, hol van az az ikon, már automatikusan oda megyek és rákattintok. Tehát az emberek szeretik a megszokott dolgokat. A következő, egyébként ezért indult el egyébként ez a videó gondolat, hogy ilyet kellene csinálni, komoly programok kínálata kicsi. Kicsi. Miért? Mert a hardware támogatás szar, vacak és pocsék, a szoftver háttér olyan, amilyen. Nagyon jó. Egyébként nagyon jó. Aki megmarad Debian környezetben, ő neki nem lesz gondja. De esetleg, hogyha belefut olyanba, amihez Debian csomag nincs, akkor már gondja lesz. Igaz? Mint ahogy az előbb mondtam, az adott disztribútor elkészíti a saját disztribúcióját, az egy kerek egész, és hogyha egy gyártó szeretne valami programot, vagy akármit terjeszteni, kiválasza azokat a disztribúciókat, amiket ő támogat, és ha a tiéd nincs bent, akkor kellemetlen helyzetbe vagy. Profi, most profi programokról beszélünk. A fentiek miatt, az előbb elmondottak miatt komolyabb programok nem nagyon vannak. Miért? Hát elmondtam, azt hiszem, se hardware, se szoftver háttér nem stabil, maga Linux stabil. Csak hát igazából változik. Miért? Mondok egy példát. Profi, teljes funkcionalitású videóvágó. Tudjátok, hogy én az összes videóvágót kipróbáltam. Higgyétek el, hogy aki azt mondja, hogy én nem szeretem a KDE-t, vagy a Cinelerát, vagy akármelyik videóvágót, hát az nem mond igazat. Én ezeket nagyon szeretem. Használom is. Több száz, ha nem több ezer órát megvágtam, inkább a több ezer óra videóvágás van mögöttem. De Linux alatt nincs professzionális videóvágó. Van. Kettő. Kettő darab van, az egyiket kiválasztottam, a DaVinci-t. Hát szerettem volna kipróbálni, meg igazából 3-400 euró, dollár, vagy valahogy így van az ára, annyit belefetszölök, mert én szeretem a jó videóvágó programokat, és már úgy érzem, hogy ezeket a KDE-ket, meg egyebeket kinőttem.
kinőttem, most nem nagy képűség, túl akarok lépni, túl szerettem volna lépni. Oké, mi az első gondolat? Da Vinci. Nagyon jó professzionális videóvágon, nézzétek meg. Oké, mi az első gondolat? Google. Nvidia-n megy. Általánosságban, de akinek Nvidia kártyája van, az tudja, hogy a drivereke iszonyat sok gond van. Az egyik nap még jó a driver, majd a következő frissítés után fekete képernyő. Professzionális munkára ez nem alkalmatos. Oké, ki lehet kerülni, de igazából ez a driver probléma Nvidia-knál problematikus. Oké, természetesen. Aki esetlegesen nem fut bele problémába, az azt mondja, hogy hát nem így van, de nézzetek utána. Oké, azon működik. Gond nélkül működik. Nekem AMD kártyám van, mert én azt mondtam, hogy az nekem teljesen megfelel, szépen tudok vele dolgozni, és szabad szoftverű, szabad terjesztésű, professzionális meghajtók vannak. Na hát, azzal meg nem működik a DaVinci. Eldöntötték, hogy Linux alatt az Nvidia-t teljes mértékben, nagy részben támogatja az AMD-t, nem, erről a választásról beszéltem. Eldöntik, és hogyha nem teljes mértékben támogatnak mindent a Linux disztribúció szintjén, tehát a Linux operációs rendszer szintjén, akkor valaki pofára fog esni, mint például én az AMD kártyával. Az AMD hát nem megy. Higgyétek el, nem megy, nem úgy megy, vagy nagyon esetleges, hiányos a működés. Életre lehet kelteni, én olcsóbb, az olcsóbbat értsétek olyan 100-200 ezer forintos, 800 ezer és 1 millió közötti videokártyákkal volt szerencsém kipróbálni, nem nekem van, volt szerencsém kipróbálni, tehát a kártya az bírta volna a DaVinci-t minden gond nélkül, AMD kártyát, de nem megy. Meghajtó problémája van, nem tudja az XYZ kódolást megcsinálni, amit a kártya tud. És nem a program, hanem a operációs rendszer dolga lenne, hogy ezeket a dolgokat áthidalja. Azaz, ha Nvidia kártyád van, lehet, hogy dolgozhatsz DaVinci-vel, vagy olyan kártyát veszel, ha AMD-d van, akkor pofára estél, esetleg megy, esetleg nem megy. Életre lehet kelteni, vagy nem, attól függ, mennyi időt, energiát szeretnél belefetszölni, de nyilvánvalóan, aki úgy gondolkodik, hogy oké, hát a Windows jó, persze, vírusok vannak, kipróbáljuk a Linuxot, fölnyom egy akármilyen disztribúciót, és azt látja, hogy a kedvenc DaVinci-je nem működik, pedig hát ő megvette, kipróbálta, most professzionális szinten gondolkodunk, tehát megvesszük a szoftvert és nem ellopjuk, hát bizony nem megy, nem működik, nem indul el, nem jelenik meg, akkor mit mond? Nem azt fogja mondani, hogy a DaVinci-nek a készítője hülye, meg a DaVinci program, ami egyébként professzionális program, az kaka, hanem azt mondja, hogy bocsi tesó, maradunk a Windows alatt. Nem feltétlenül fog váltani valaki, hogyha ezt tapasztalja. Azaz, itt sarkalatos problémák vannak a hardware támogatással, sarkalatos problémák vannak azzal, hogy rengeteg disztribúció, asztali környezet, meghajtó program, akármilyen könyvtárak vannak, programkönyvtárak, amik változnak disztribúciónként mások és mások. Fragmentált, szétcincált, szétszabdalt a Linuxos piac, és ez problémákat jelent. Hát, köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Én úgy gondolom, hogy ezen gondolatok mentén, ezen elképzelések mentén érdemes átgondolni azt, hogy lesz-e olyan, hogy Linux éve. Lesz-e olyan, hogy be tudunk törni, mint Linux felhasználók a piacra. Úgy értem a piacra, hogy asztali felhasználók piacára, vagy nem. Köszi szépen, sziasztok!